végig kézben tartva a mérkőzést fektettük, várja a lista vezetőt. Igen. Igen, az első pillanattól úgy tudtunk pályára menni, hogy próbáltuk diktálni az iramot és a saját játékunkat játszani, kibillenteni az Egert a kényelmi zónájából, és a gyakorlatilag 60 percen keresztül sikerült, ezért sikerült győznünk is. A mérkőzés 23. percig, ha jól emlékszem, kétszer találtak a kapunkba, míg az első félidőben 6-szor, ez mindent elmond a védekezésünkről. Igen, a liga legerősebb csapatát tartottuk ilyen kevés gólon. Én azt gondolom, hogy nem is dobtak talán még ilyen kevés gólt egyetlen mérkőzésükön se. Általában 35-40 között szoktak dobni, és a védekezésünk, illetve a kapus teljesítményünk annyira nagyon zárt volt, hogy minimális kiállítással tudtuk ilyen kevés gólon tartani őket. Ez az egyik záloga volt a győzelemnek. Elől is hatékonyak voltunk. Igen, lehigadtunk, ugye biztos volt a védelem, mindenki megnyugodott, szépen pontosan játszottunk, nagyon jól eltaláltuk főleg az első fél időben a közös tempókat, és ennek köszönhetően sikerült gólokat dobni, az átlövőinknek a játéka nagyszerűen működött, illetve a passzjáték is jó volt, és ebből alakultak a helyzeteink. Jól mutatja a véleményem szerint a mérkőzés, hogy a frissen beállt emberek egyből szinte kiállítást kaptak. Már az előző évben is említettem, hogy a csapatunk nagyon-nagyon homogén, tehát gyakorlatilag játékos posztra tudok cserélni ugyanolyan minőségben, ha valakinek esetleg rosszabb napja van, vagy elfárad, és ezen a mérkőzésen is ez kijött, hiszen mi minőségben tudtunk cserélni, az ellenfélnek ezzel problémái voltak, illetve a védekezésünk akkor is stabil maradt, amikor rákényszerültünk a cserékre, és ez megalapozta a játékunkat. Kiváló napot fogtatok ki. Igen, főleg védekezésben, azt hiszem, hogy mindent elmond a csapat védekezéséről, hogy az első fél időben 6 gólt kaptunk, ugye az Eger ellen, aki eddig a szezonban a legtöbb gólt szerezte. Úgyhogy ez volt a győzelem alapja. Elől viszont nem volt probléma. Hát elől főleg az első fél időben jól ment a játék, jól játszottuk, amit megbeszéltünk szervezetten, hogyha nem sikerült első lépésben befejezni a támadásokat. A második fél időben ez picit döcögött, mert akkor már figyeltünk az eredmény tartására is. Nagyon egységesen mozogtatok a mai nap folyamán. Hát igen, ez úgy gondolom, hogy ez a csapat erőssége, hogy a csapat nagyon egybe van. Hát mivel kikaptunk olyan nagy, sok pozitív volt, biztos, hogy nem tudok felsorakoztatni, de hát ez egy küzdelmes mérkőzés volt, szerintem egy jó csapattól kaptunk ki, az más dolog, hogy a mi hibáinkon érdemes elgondolkodni. Mi okozta az, hogy az első fél időben csak 6-szor voltak eredményesek? Hát én szerintem megzavart minket az ellenfélnek az a játéka, hogy elővédekeznek, és elég sok ilyen taktikai szabálytalanságot csináltak. Ezen nehezen tudott az én fiatal csapatom, különösen a fiataljai nehezen tudtak átverekedni. A második félidő az szinte fej-fej mellett haladt a csapat, de annyira nem sikerült közel kerülni hozzánk. Hát nagyon nagy volt az első félidőben az előny, és ez egy ilyen bosszantó dolog volt, mert ha egy kicsit okosabban játszunk, ugyanilyen teljesítménnyel lehetett volna valamivel szorosabb, és akkor a második félidő nyilván, ha javultunk, és szerintem is javultunk, akkor esetleg arra vezethetett volna, hogy még szorosabb legyen, bár én azt gondolom, hogy ma nem nagyon tudtunk volna győzni. Nyomott-e valamit alatba az atmoszféra? Hát teljesen nyomott. Nekünk is van szép számú szurkolóseregünk, de ők tapsolnak a szép akcióba, ilyen biztatás, ilyen szurkolást, és ez nagy nyomást jelent a játékvezetésre, nagy nyomást a játékosra, különösen, aki még nem játszott ilyenbe, úgyhogy ezzel biztos, hogy kellett küzdködnünk. És mit gondol, mi volt a két csapat közötti különbség? Hát ez az agresszív, erőszakosabb játék, és én azt gondolom, hogy a Balmazújvárosok ezen a mérkőzésen fegyelmezettebbek is voltak, mint a miénk. Megfelelő önbizalommal készültünk a veszprémi mérkőzésre. Nem a veszprémi a következő. Szombaton, jövő héten Lajos Mizsén kell játszanunk, ami köztudottan egy veszélyes pálya, bár a Lajos Mizsének viszonylag kevés pontja van, és a lista alján szerepel, de ott minden csapat megizzadt eddig. Nekünk össze kell adni magunkat újból szedni, hiszen a nagy győzelemben a játékosok kicsit kiégnek, de szombaton, jövő szombaton biztos győzelmet fogunk adni.